Üdvözöllek az akvarell oktató videómban. Az alkotáshoz szükséged lesz akvarell papírra, akvarell festékre, ecsetre, palettára, papírragasztóra, papírtörlőre, valamint ceruzára. Én a szintetikus ecseteket részesítem előnyben, az állati szőrökből készültekkel szemben, etikai megfontolásból. Az én választásom a Rafael Soft Aqua ecsetkészlet. Akvarell papírból 300 g-os H&M Ülle Mood Made 100% vegán típust használok. Mielőtt elkezdenénk a munkát, tanulmányozd kicsit palettámat, valamint a mellékelt tónusértékeket bemutató ábrát. A nulla érték mindig a csúcsfény, ezeket a részeket fehéren hagyjuk a papíron, az 1-2-3 pedig egyre mélyebb és sötétebb tónusértékeket mutat. Ezt az ábrát sokszor fogjuk használni a munka során. Mielőtt elkezdenénk a komplex, nagyobb méretű festményt, nem árt, ha előtte készítünk egy kisebb képet is, melyen nagyjából megpróbáljuk megfogalmazni a nagyobb formákat, felületeket és színeket. Érdemes nekiállni külön ceruzával is, hiszen monokrómban jobban átlátjuk a különböző tónusértékeket és részleteket. Jelen esetben fessünk meg egy kisebb vázlatot, már most megfogalmazva, hogy milyen színeket akarunk használni. Minél több skiccet és vázlatot készítesz, annál könnyebb dolgod lesz a végső festménnyel. Az ilyen vázlatok azért nagyszerűek, mert egyrészt megtanítanak lendületesen alla prima festeni, másrészt pedig, ha a komplex festményen valamit máshogyan akarunk alakítani, úgy nem ott kell javítanunk, gondolkodnunk, hogy hogyan oldjuk meg a problémát. Használj gyors, lendületes vonalakat, a lényeg, hogy nagyjából a helyén legyen minden. Ne törődj az apró részletekkel, a vázlatnak egyszerűnek és felületesnek kell lennie. Rakjunk fel egy egyszerű szölinkéket, majd amíg vizes a felület, vigyük fel a hegység színeit is crimsonból és türkizből. A tetőkön használjunk okkert és kadmiumvöröset, az utcára pedig menjünk rá egy kis lágy okkerrel. Az árnyékos részeket fessük meg sötétebb tónusértékekkel, azaz használjunk kevesebb vizet és több festéket. Színeink ultramarinkék vagy kobaltkék, crimson vagy kadmiumvörös és égetett sziéna. Ugyanezen színeket használjuk fel a különböző részletekre, figurákra és karakteres elemekre, de a tónusértékünk legyen még erőteljesebb. Használj több festéket és nagyon kevés vizet. Ez csak egy vázlat, nyugodtan kísérletez rajta saját ötletekkel, színekkel, megoldásokkal.
kezdjünk hozzá komplex, nagyméretű festményünkhöz. Vázlatosan rajzoljuk meg a különböző épületeket, figurákat, mindent, amire szükségünk van a festéshez. Határozzuk meg a horizontvonalat, a tornyot és a háttérben lévő hegységet. A jobb oldali tetőknek én nagyobb teret engedtem, így a torony kicsit balra került. Kezdődhet is a festés. Az égbolton és a hegységen használjunk cölinkéket, majd a vízfelszín megfestéséhez vigyünk fel egy kis extra türkiszt. Az első réteg mindig halvány, mindenképp egyes tónusértékkel dolgozzunk. Ne feledd, az ecset nem ceruza, fent fogd az eszközt, használj ecsetvonásokat, gesztusokat.
A hegy szintén maradjon halvány, hiszen ő is a háttér részét képezi. Minél távolabb van valami, annál ködösebb, halványabb, finomabb. Ezt a réteget a még vizes cölire vigyük fel, így a hatás sejtelmes marad. A színét keverjük ki türkiszből és ultramarinkékből, de egy kevés okkert vagy krimzont is dobhatunk rá. A tornyot hagyjuk ki, a felfestett rétegre pedig fújjunk egy kevés vizet. Az ilyen apró vízcseppek élővé teszik a felületet. Hogy még jobban kiemeljük a fehér, azaz fényes részeket, rakjunk fel újabb réteget, immár kettes tónus értékkel, egy kevés barnát használva. Így a hegység is mélységet kap. A tetők színét keverjük ki okkerből és kadmiumvörösből, szintén finom rétegekkel dolgozzunk, és ne felejtsünk el néhol fehér papírfelületeket hagyni. Elkezdhetjük kidolgozni az épületeket, használjunk különböző kékeket, vöröset és barnát. A hátsó részeken egyes tónus értékekkel dolgozzunk, a közeli felületekre pedig mindenképp kettes és hármas erősségű árnyalatokat vigyünk fel. Bátran játszunk a színekkel és intenzitásukkal, a hideg kobaltkékek mellé tegyünk melegebb vöröset vagy barnát, lényeg, hogy a színek hőmérséklete egyensúlyban legyen. A még vizes felületre tegyünk fel néhány sötétebb foltot a tetők alá, illetve ezzel a technikával jelölhetjük az ablakokat is. Az akvarell akkor működik, ha gyors, frappáns és lendületes. Ne időzz túl sokat egy-egy felületen, próbáld megoldani az adott részletet egy-két ecsetvonással. Használjuk néha a vizes sprét is, de vigyázz, ne áztasd el a papír teljesen. Csak egy-két fújás az atmoszféra kedvéért.
A metódus továbbra is ugyanaz, vessük tovább az árnyékos falakat, intenzív színekkel és árnyalatokkal. Ne feledd, a festészet játék, alkoss bátran, néha szedd vissza a pigmentet, vagy fröccsents extra színeket, esetleg tiszta vizet a papírra. A vetett árnyékokat fessük hidegebbre, az eddigi hűvös színeinkhez keverjünk extra kobaltkéket. Néhol hagyjuk élni a fényeket, ne fessünk be minden felületet. Egy akvarelfestmény fényességét a kihagyott papírfelületek adják meg. A baloldali házfalakra is futtassuk fel az árnyékot, így a nagy, üres felületek is izgalmasabbak lesznek. Amíg vizes felületre, dobjunk fel néhány intenzívebb színt, így mélyítve el az árnyékok erősségét. Ügyeljünk rá, hogy a baloldali torony erőteljesebb legyen, mint a hátsó, hiszen közelebb van hozzánk. Az ablakait hagyjuk ki, vagy papírtörlővel szedjük vissza.
Jöhetnek a részletek, fontos, hogy ezt a réteget kettes, vagy még inkább hármas tónus értékekkel dolgozzuk ki, a legjobb, ha száraz ecsetvonásokat használunk. A száraz ecsetvonások lényege, hogy az ecseten kevés víz legyen, és minél több pigment. Érdemes gyakorolni akár egy külön papíron is. Ne használj feketét. A sötét színeket kékből, barnából és vörösből keverd ki. Próbálj ecsetvonásokkal dolgozni, ne rajzolj és ne akarj mindent kidolgozni. Az apró gesztusok legyenek befejezetlenek, a festészet nem illusztrálni vagy magyarázni akar, a festészet illúzió. A zsalugátereket fessük meg türkizzel, az árnyalat szintén legyen intenzív. A türkiszt használhatjuk máshol is, vigyünk fel kisebb foltokat a jobb oldali részekre is. Rakjunk néhány kadmiumvörös csíkot az egyik napernyőre, használjuk bátran a színeket. Építsük tovább a képet az apró részletekkel, fontos, hogy ezek az árnyalatok sötétek legyenek. A különböző részek akkor működnek épp egészként, ha a 0, 1, 2, 3 tónusérték egy azon időben szerepel rajtuk. A korai nagy festékfoltok így nyernek értelmet. Az akvarellben ezért fontos a tervezés, előre tudnunk kell, hogy hogyan fognak alakulni a kép különböző fázisai.
Ügyeljünk a perspektívára, minél közelebb vannak hozzánk a figurák, annál nagyobbak. A távoli figurákat oldjuk meg egy-két frappáns ecsetvonással. Ügyeljünk a perspektívára, minél közelebb vannak hozzánk a figurák, annál nagyobbak. A távoli figurákat oldjuk meg egy-két frappáns ecsetvonással. Némelyik karakteren használjunk tiszta színeket, az arcokat pedig vigyük fel sárgával és vörössel. Ha kezdő vagy, akkor gyakorolj be néhány figurát egy külön papíron. Egy-két tiszta fehér csúcsfény egyenesen a tubusból, és kész is a festmény.